starter indult a nap negyedik futama, ez az 1400 méteres Eleki díj. Freeman kezd nagyon-nagyon erősen, és kimondott a jó tempóban elmegy vezetni, méghozzá Captain Fregat társaságában. Nagyon nyomják ők ketten az íramot, a tempót 8-10-12 osztal elmennek most már a Silent Blessing által vezetett üldöző bolytól. Evegóra negyedik, Omnia Gold az ötödik, pokolfajzat pedig a hatodik pozícióval. Lehet-e bírni ezt végig? Ez a nagy kérdés, mert Captain Fregat még rátesz egy lapáttal, és a kanyarhoz érve növeli két osztal az előnyét Freemannel szemben. Captain Fregat és Freeman tőlük még mindig legalább 10-12 hosszra, Silent Blessing a harmadik, és tőle is egyre messzebb az üldözők, Evagor, Omnia Gold és Pokolfajzat. Hát rettenetes szétesik a mezőny, amikor az utolsó 500 méterre ér a társaság. Minden esetre a favorit Silent Blessing szép lassan megkezdi az árkózást, és mire a befutóra fordul a mezőny, azt hiszem, hogy Silent Blessing megérkezik a szökevény kettős mögé. Captain Fregat mellett ott van Silent Blessing. Silent Blessing a középtáv egykori királya, az utolsó 300 méteren ismételten csak játszik a mezőnnyel. Silent Blessing meg fogja nyerni majd a visszatérő versenyet. Captain Fregat és Freeman is nagyon jó versenyt futnak, de ezúttal csak a helyezésekért küzdhetnek, mert Silent Blessing az utolsó 200 méteren már csak sétál, és Silent Blessing megnyeri 2018-ban az Eleki díjat. Silent Blessing, mögötte Captain Fregat, harmadik lesz Freeman a nagyon szépen zárkózó Omnia Golddal szemben.